25 fős küldöttséggel vesz részt Kecskemét a dél-koreai Tegu-ban megrendezett 5. nemzetközi gyermekjátékokon. A híres városiak tegnap már az ünnepi megnyitón is bemutatkoztak. A 18 versenyzőből, edzőkből, kísérőkből álló csapat kedden érkezett meg a távol-keleti országba, a szöuli reptérre, majd 4-5 órás buszúttal értek el a rendezvény helyszínére, a 2,5 millió lakosú Tegu-ba, ahol második alkalommal rendezik meg az ICG-t július 5 és 10 között. Kecskemét városa 4 sportág labdarúgásban, úszásban, asztali teniszben és atlétikában képviselteti magát. Dr. Homoki Tamás alpolgármester, küldöttségvezető elmondta, tegnap 35 fokos párás idő, ma pedig ömlő monszun eső nehezítette a versenyzést. A lány 800-as futónk egyéni csúccsal a holnapi döntőnek a részese, és az egy jó élemszerzősérsét is jelent, holnap fogjuk látni, hogy mi lett belőle. A fiú foci csapat 2 meccsen van túl, a tajvani ellenfelét 4-1-re legyőzte. A csapat az izraeli ellenfelével ma délután teljesen irreális körülmények között szakadó esőben 1-1-et játszott. Dr. Homoki Tamás az asztali teniszezők eredményeiről is beszámolt. A kislány az 2 alkalommal játszott, ő kikapott távol-keleti ellenfelei voltak, akik nyilván ebben a sportban közismerten a legjobbak a világon. A fiú versenyzőnk, ő 1 meccset nyert, 1-et vesztett, és a 3. mérkőzése az pedig a mai délután van. Úszásban már a döntők után egy 4. helyen rendelkezünk a lányoknál, a holnapi döntőkben 100 méteres futásban, illetve távol és magasugrásban is érdekeltek lesznek a kecskeméti versenyzők, tudtuk meg dr. Homoki Tamástól.